Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy nagy kirakás jövő hétre, és ez eltart július 11-ig. Az első kártyáknak mindig fontos jelentése van. Itt fent, bal oldalon látható ez a torony. Ez utalhat hivatalos témákra, vagy bírósági ügyekre. Itt lesznek beszélgetések, valami még átláthatatlan, de lesz változás, jóra alakulnak a dolgok, kiderül az igazság. Amit még ez a torony itt jelent, ezek a félelmek, amikor fogva érzed magad, mint egy labirintusban, és keresel egy kiutat, egy megoldást, itt lesznek változások, mutatják a gólyák, és ez a virágcsokor jelenti a szépségedet, a külsődet, egy kellemes meglepetést, és itt meg lesz a nap energiája, és ami számodra jelenti az életerőt, ezt a kisugárzást. Ahol még problémák és gondok vannak, ezt mutatja itt ez a hegy, az a munka, mert ott van mellette a horgony, és az szimbolizálja a munkahelyet. Itt lehetnek viták, még minden olyan átláthatatlan, és amire ez a nagy medve utal, ez vagy a főnök, vagy főnöknő, ahol szintén problémák láthatóak itt, vagy jelenti a te erődet. De mivel ez minden olyan nehéz, így most olyan erőtlennek érzed magad. De szerencsére elfordulsz ezektől az eseményektől, az is lehet, hogy itt a múltról van szó, és tekintesz egy új irányba. Itt ez a kígyó nem csak egy nőre utal, hanem a gyógyulásra, amikor megújulások vannak. És ez a gyermek jelentheti természetesen a gyermekeket is, de jelent egy új kezdetet. És sokaknál jelenthet munkahelyi változásokat. Vagy a munkahelyen változik valami, és javulnak a dolgok. Erre utal a négy levelű lóhere is, tehát szerencsét hoz, és ez a kulcs mutatja azt, hogy légy magabiztos, higgy abban, hogy megvan a tehetséged, és javul a munkahelyen a helyzet. Ez a munkahelyi változás lehet egy új munkahely is, hiszen te elfordulsz és lezársz itt valamit, tekintesz egy új irányban, vagy keresel most egy új munkahelyet, vagy egy lehetőséget, hogy jutnál pénzhez, hiszen előtted vannak a halak, és az utal anyagi dolgokra. Itt látható ez a kereszt, ez utalhat vallási témákra, vagy spirituális tevékenységre, és a fának van egy ilyen gyógyító ereje. Lehet, hogy megvan ez a tehetséged, és ezen az úton fogsz haladni, amit számodra pénzt hoz. A pénzkártya összefügg itt a csillagképekkel is, ami szintén spirituális dolgokra utal. És ez a ház jelentheti az otthonodat, a családot, viszont egy magáncég kiépítését is. És itt látható a park, ami a nyilvánosságra utal, vagy van egy nyilvános fellépés, de azt is jelentheti, hogy mások észrevesznek téged, mint a nyilvánosságon, de azt is jelentheti, hogy kiderül az igazság, nyilvánosságra kerül, vagy te kimutatod a tudásodat, a tehetségedet, és mások ezt észreveszik, honorálják, és itt lesz egy új kezdet. Pénz jön a házhoz. Visszatérve erre a házra, ez jelenti az otthonodat, a szomszédokat, vagy a családot, és itt voltak a múltban, vagy a háttérben vannak hamisságok. Itt beszélgetésről van szó, de mivel megjelenik itt a ravasz róka, hazugságokról is. Szerencsére itt vannak az egerek,
és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok mindent felfalnak, és akkor ott nincs már semmi, tehát ezeket a hamisságokat az egerek eltávolítják. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt a kártyáknál. A fölötted lévő kártyák utalnak a te terveidre, a te gondolataidra. Itt ez a kígyó jelenthet gyógyulást, vagy megújulásokat, de egy nőt is. Azon kívül látható a park, az jelentheti a természetet, de a nyilvánosságot is, tehát mások most észrevesznek téged, és a gyermekek utalhatnak a gyermekekre, vagy arra, hogy sokkal fiatalabbnak nézel ki, mint ahogy a személyi igazolványban áll, és örülj ennek a kisugárzásnak. A lelki társad itt látható ennél a kivetésnél. Van köztetek egy kapcsolat, mégpedig egy ilyen irányba. A gyűrű jelenthet házasságot, vagy eljegyzést, de azt is, hogy ő visszatér hozzád, keresi a kapcsolatot. Te megjelensz itt a gondolataiban, hiszen a képek ott vannak a feje fölött. És meg lesz a kapcsolat, a gyermek utal megújulásokra, utal egy új kezdetre, mély érzelmekkel, hiszen ez a szív összeköt benneteket, és itt vannak a halak is. A halak jelentik természetesen az anyagiakat is, de van más jelentése is, utal az értékekre, a belső értékekre is. Számára te nagyon értékes vagy, mély érzelmekkel, és ez a szív, ez a szerelem összeköt benneteket, és itt van az élet utatok. De ezt neki ki kellene mondania, ahogy így a madarak mutatják, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt. És ez által sikerülne valamit itt tisztázni, de ő elfordul ettől a beszélgetéstől, ő más irányba tekint. Az érzelmek itt vannak, de hiányzik a kommunikáció. A terve az, hogy az élet utatok újra kereszteződjenek, és ő visszatér hozzád. Az ő gondolataiban megjelenik ez a kígyó is, az jelenthet megújulásokat, viszont utalhat egy másik hölgyre. Ezzel a nővel vannak viták, veszekedések, még minden olyan átláthatatlan. Az lehet, hogy bíróságra kerül ez az ügy, ez a vita, vagy vállófélben vannak, és itt lesznek változások. Ahol még változások vannak, az a baráti kör, mert itt néhány kapcsolat, néhány barátság elmúlik, erre utal ez a koporsó. A könyvnek több jelentése is van. Utalhat tanulásra, és akkor lesz itt egy szerződés, egy képzés, vagy nálad, vagy nála. De a könyv jelenti a zárkózottságot és a titkokat. Ez elmúlik, mert a koporsó ezt eltávolítja, és akkor itt lesz mozgás. Lesz újra egy kapcsolat, nem csak a szerelmi élet területén, hanem ami a baráti kört illeti. De visszatérve a te lelki társadra, neki nem csak ezzel a nővel van problémája, hanem a munkahelyén is. Itt vannak nehézségek. És ez számára nagyon nyomasztó, mint ahogy ez a hegy mutatja. A hold azt jelenti, hogy ő érzi ezt, ő fáradt, kimerült, nincs ereje. De hamarosan, egy-két héten belül ez elmúlik, és akkor újra lesz itt mozgás, életerő, változások. Én röviden összefoglalnám. Itt vannak hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy.
Valami még átláthatatlan, ezt tisztázni kellene, de itt szerencséd lesznek változások, és minden úgy napfényre kerül. A munkahelyeden vannak problémák, különösen egy nővel, de te elfordulsz, és keresel egy új irányt, egy új lehetőséget. A spirituális területen erre utal a kereszt, és ez a csillagkép szerencséd lesz. Itt lehet egy új kezdet, megvan nálad a gyógyító erő is. Az élet utadon itt vagy ebben a kereszteződésben, ebbe az irányba tekintesz, elgondolkozol azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, de jól alakulnak a dolgok, itt tisztázódik valami, és megvan a szerencse, legyél magabiztos. Ami őt illeti, neki gondjai vannak ezzel a nővel, lehet, hogy válás van, itt vannak munkahelyi problémák is, de egy-két héten belül megoldódik ez. Itt lehet továbbképzés, bizonyos barátok elmúlnak, lesznek új barátságok, és ezek a hazugságok a múltban, a környezetedben vagy a családban, ez is elmúlik, mert az egerek ezt eltávolítják. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Denderrel.